Azonban legkisebbjei a település óvodájának felújított mosdójában mossák a kezüket. A vizes blokk felújítása és az udvaron található játékpark bővítése valósult meg az elmúlt időszakban. A projektek a Magyar Falu programon elnyert közel 16 millió forintos forrásból készültek el. Az ünnepélyes átadón részt vett a térség országgyűlési képviselője, Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, valamint Tolna vármegye főispánja Horváth Kálmán. Nálunk fontos volt, fontos ma is, meg remélem fontos lesz a jövőben is a fiataloknak a felkarolása. Hát itt az óvodánál vagyunk, az Ombai óvoda vizes blokkjának, illetve játszóterének a felújítása történt meg a 21-22-es évben, Magyar Falu program keretében egy közel 10 milliós vizes blokk felújítás, illetve közel 6 millió forintos játszótér felújítás. Mindig is volt, hiszen csodálatos körülmények között vannak itt az ombai óvisok, mindig is volt játszóterünk, de ugye ennek lejár a szavatossága, a kihordási ide, stb. Meg hát az állaguk az romlik, és azért a gyerekeket biztonságos játszótérre illik kiengedni, hát ezt tettük, ennek keretében valósult ez meg. Ez 2011-ben egy hatalmas nagy projekt keretében került felújításra, és a mostani külső formáját akkor kapta meg, és természetesen mindig hozzá tesszük azt, amit hozzá kellett tenni ahhoz, hogy a gyerekek olyan körülmények között élhessenek, amilyet elvárható Zombától. Már mondhatnám, több mint 15 éve van egy csapat, akivel együtt dolgozunk. A pályázatvigyelés, pályázatírás és ezeknek a pályázatoknak a lekoordinálása, és így hát elég sok pályázatot sikerült megvalósítanunk. Hát most nem szeretném számszakilag ezt elmondani, mert hát olyan szám, amit nagyon sokan megirigyelnének. Tehát nagyon sok pályázatunk volt. Tehát akik többet jártak Zombán, azok tudják nagyon jól, hogy a nagyok, amik nagyok, tehát több százmilliós nagyságrend, ugye iskola, óvoda felújítás, a 100%-os szennyvízrendszer felújítása. Az előbb említett épületek és a többi önkormányzati tulajdonú ingatlan állag megóvására igyekszik anyagi forrást teremteni az önkormányzat. Hál' Istennek az önkormányzat, legalábbis az elmúlt 20 évben, amióta én emlékszem erre, azóta nem szorult a szemközt épületre, most az a takarékszövetkezet, az a hivatallal szembe. Tehát mindig úgy gazdálkodtunk, hogy a szükségesre meg tudtuk oldani. Tehát olyan körülmények nem adódhattak, egyik intézményünknél se ez lehet óvoda, lehet iskola, ha bár az iskola ugye most már nem hozzánk tartozik, nem a Klébező intézményfeltartóhoz, de még mindig szoros a kapcsolatunk velük, azt ha valami kell, akkor ki legyen ott egy családba a nagyszülők, egy faluba az önkormányzat. Az avató ünnepségen arról is beszámolt a településvezető, hogy az összesen közel 130 millió forintos forrásból többek között útfelújításra is jutott, ez volt a 6 megvalósult projekt egyike. Óvodán a 2, a vizes blokk, illetve a játszótér, azon kívül kommunális gépek, ugye a település karbantartásához 15 millió forint nagyságrendben, a művelődési ház külső homlokzatánál a nyílászárók cserék, ugye a régi elavult, nem hőszigetelt nyílászárók voltak, és főleg most ebbe az energia válságos időbe sikerült erre is egy 16 millió forintos összeget pályázni szintén Magyar Faluból, illetve Szengál Szőlőhegy, aki közigazgatásilag hozzánk tartozik, igaz, hogy egy külterületi részünk, hogy ne legyenek mostohák, egy 39 millió, tehát közel 40 millió, meg egy közel 44 millió forintos útfelújítás. Az egyik a faluból a temetőhöz vezető, úgynevezett földes szurdik volt valamikor, elsős időben körülményes volt a megközelítése, és az sikerült egy 3 méter széles vápás betonúttal megvalósítani, ez volt ez a közel 40 milliós, és egy idegen forgalmat lebonyolító, is lebonyolító rész, ugye a szengáli szőlészet, a kastély, illetve mellett szintén egy borászat, ahhoz vezető út, a faluból ahhoz vezető utat sikerült ez a közel 44 millió forintból megvalósítani. Autósztrádát valósítottunk meg ott, úgyhogy nagyon örülnek a szengáliak, mert ott görkorcsoljáznak a szengáli gyerekek. A kommunális gépek nagyban segítik a szép településkép kialakításában az önkormányzat munkáját.
Már használjuk, ugye mi 21-22-es évről van szó, már használjuk több mint egy éve a közterületek karbantartására. Itt gyakorlatilag lett egy erőgép, egy Solis 75 lóerő Solis erőgép, illetve lett egy ágaprító, ahol, vagy amint tulajdonképpen ezt a rengeteg útszéli ágat, gajat be tudjuk aprítani, nem kell egybe elvinni, hiszen elég körülményes, ugye főleg most, hogy tüzelési tilalom van, mindenhol, meg szinte minden időszakban, így le tudjuk a térfogatát csökkenteni ezzel a darálással, illetve egy úgynevezett oldalkaszás és különböző szögbe funkcióba állítható mulcsozó, tehát egy-egy patkakaszát sikerült, ez volt a 15 millió vagy 200 ezer forint. Mint sok önkormányzat, így a Zombai is küzd a belterületek karbantartását végző alkalmazott hiánnyal. Sokkal nagyobb probléma, mint a pályázatban a gépeket beszerezni, sajnos nincs. És az az igazság, hogy ugye Zomba is abban a mezőgazdasági körzetben tartozik, ahol hát nagyon megy a mezőgazdasági ipar idézőjelbe, és azok a nagyobb vállalkozók felszippantják azt a munkaerőt, aki adott esetben rá tudna jönni a gépre, vagy adott esetben meg tudná fogni azt a, én csak himbálos kaszának mondom, ezt a bobdenes kaszát, amivel ugye az áropartokat, útszéleket tudnák karbantartani, lényegesen többet tudnak fizetni, mint amint az önkormányzat fizet. Nagyon sokszor felvetődött ugye a testületi ülésen a képviselő között is, hogy hát akkor fizessük meg. Csak ez nagyon összetett játék. Ha én megfizetem jobban a közmunkásokat, illetve a úgynevezett karbantartó munkásokat, mit csinálok a hivatal embereivel, akik köztisztviselők. És sajnos a köztisztviselő bérek azok hát ott a béka alatt vannak. Nem tudunk mit csinálni. Annyi meg nincs, hogy mindenkinek plafonba emeljük, illetve az elvárható szintre. Az önkormányzat a jövőben is élni kíván minden lehetőséggel, ami a település fejlődését szolgálja.